Üdvözlöm Önöket, én Ferenci András vagyok, a Terán Cserépgyártó Kft.-nek a építészekkel foglalkozó munkatársa. Az én feladatom az építészeknek a támogatása, az Önök munkáinak a segítése, illetve ezeknek a munkáknak az előkészítése, tervszámolástól elkezdve mintacserépig, költségvetés készítést, ez mindenféle segítséget takar, amit mi Önöknek tudunk biztosítani. A rövid kis film az tartalmazta, hogy miről is szól nagyon dióhéjban a mi cégünk. Ez egy teljesen hazai tulajdonú, Mészáros Vilmos bácsinak a tulajdonában van a cég. Jövő évben lesz 100 éves a cégcsoport, úgyhogy egy ilyen nagy jubileumi évnek nézünk elébe, és ebbe a 9 országban dolgozunk, úgyhogy ebben a régióban működünk, úgyhogy elmondható, hogy most már nemzetközi szintére léptünk néhány éve. Egy nagyon rövid felvillantása a termékeknek. Itt vannak különböző kis feliratok. Ugye rezisztor, meg klímakontroll, ezekről egy pár szót szólnék, mert amikor Önök terveznek, akkor ezeknek minden bizonnyal szerepe lehet majd. Ugye az előző termékcsalád volt a hullámos, ezen a képen pedig a sík cserepeinknek a családját látják. Ugye a betoncserép gyártók azok igyekeznek a felületen is megmutatni, hogy tudnak fejleszteni. Nekünk 4 felületi bevonatunk van, ugye az alap bevonatunk, ez a basic nevezetű. Ez volt az első, ez volt a hagyományos, erre azért volt szükség, mert a cserepek kötése közben ugye különböző atomok, főleg méz, kálcium atomok ugye kicsapódhatnak a felületen, és ezáltal kifehéredett a felület, vagy foltos lett. És ha ezt a felületet bezárjuk, akkor ez a folyamat a cserép testében megy végben, és nem látunk ilyen elszíneződéseket, úgyhogy ez a legrégebben használt bevonatunk. A következő, Color System, az már egy kis fejlesztés eredménye. Ez már figyelt arra, hogy ne csak néhány évig, hanem hosszú távon, tehát ilyen 10 éves távlatokban is ez a bevonat, ez hatékonyan működjön, illetve fennmaradjon a tetőn. Majd ezt követte a rezisztor, ami egy nagyon kemény bevonattá alakul ki, és nagyon tartós lesz. Akár a Color Systemen, akár a rezisztor felületünkön a piszok, a moha, a por nehezen vagy nehezebben tapad meg, tehát a tetők hosszú távon megőrzik az újszerűségüket vagy a frissességüket. És néhány éve a legutóbbi fejlesztésünk, ez a Klima Control nevezetű hővédő bevonat, ez a napsugarainak egy részét azt vissza tudja verni, és ezáltal egy ilyen 10-14 fokkal alacsonyabb cserép hőmérsékletet eredményez, ami egy fekete cserép esetén, hogyha nem ezzel a bevonattal használjuk, akkor 70-80 fokra is fölmehet. Mértünk már egyébként 90 fok körüli hőmérsékletet is sötét tetőkön, és ez egy 10-15 fokos csökkenést eredményez a tetőn. Ugye a konferenciának a témája ugye a teljesítménynyilatkozat és az ehhez kapcsolódó különböző gondolatok. Egy pár szóval én is készültem, itt föltettem termékcsaládonként egy-egy teljesítménynyilatkozatot, amit ugye Önök vagy tőlem, vagy az internetről letöltve természetesen megkaphatnak, és itt a cserepeknek a különböző műszaki paramétereiket tartalmazzuk. Itt ennél a cserépnél mindig kérem, hogy ne jegyezzenek meg adatokat, mert minden megvan a kiadványokban. Most mégis erre kérem Önöket, hogy itt a 4,5 kilót, vagy a 4,4 kilót és a 2000 newtont azt egy pár percig még jegyezzük meg. Ugye a síkcserepeknél kisebb például a törési erő, amit produkálnunk kell, ugye a forma nem annyira erős, mint egy hullámos cserépnél. És most visszatérünk a színusz cseréphez, és ezért kértem, hogy egy picit jegyezzük meg ezt a két adatot. Ennek a négyzetméter súlya, ugye 10 darab kell egy négyzetméterbe ezekből a cserepekből, ez 39 kg-ot jelent négyzetméterenként, míg a többi cserepünknél ez 43-44 kg-ot jelent négyzetméterenként, viszont a törőerő az ugyanannyi, tehát sikerült a formából adódóan egy könnyebb négyzetméter súlyú termékkel egy ugyanolyan szilárdságot biztosítanunk. A kép nem tudom mennyire adja vissza, ez egy színusz hullám, azért is hívjuk színusznak a cserepet. Tehát maga a formából adódóan ez egy nagyon erős cserép, ezért lehetett az alapanyagot egy kicsit megtakarítani. Az előadásomnak egy másik része, az pedig egy újdonság, ami a Konstruma kezdete óta van, most már forgalomban állunk. Ugye nagyon előtérbe került
a megújuló energiáknak a felhasználása nagyon elkezdett terjedni, ugye szélerőművek, napenergia, vízenergia, mindenféle erőművek létesülnek, de ez a hagyományos mód, amit itt most mutatok, ugye óriási széndioxid kibocsátással bányásszuk ki, termeljük ki azokat az alapanyagokat, amelyeket elégetünk, és megint széndioxidot termelünk, hogy itt most én éppen bemutathassam ezt az előadást, vagy így fénypompába árasszuk el a városokat. Ugye a világ erdeinek a közel a fele most éppen ég körülöttünk a világban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a megújuló energia kérdésnek ennek biztos, hogy óriásit kell növekedni a jövőben. Most ennek egy része az nálunk most elindult, de miből is áll ez a folyamat? Mindjárt elindultam, egy kis piros pontot kell majd önöknek figyelnie, hogy működik ugye a rendszer. A napfény hatására ugye a cellákban az elektronok elindulnak, tehát magyarul áram termelődik, áram képződik, amely egy inverteren keresztül kapcsolódik akár a beltéri hálózatunkhoz, ahol a különböző energiafelhasználó termékeinket működteti, mosógépek, hűtőszekrények, stb. Illetve ha az elektromos autó lesz a jövő, akkor nagy valószínűséggel majd mindenki fog tudni otthon is akár autót tölteni napenergiából, illetve hogyha rákötjük a rendszerre, ugye ezek az oda-vissza számláló rendszerekre, akkor visszatápláljuk az energiát általában az E.ON-nak a hálózatába, vagy pedig szigetüzemet létesítünk, és saját magunknak kell eltárolni az energiát, ugye ez még egy nehezebb feladat, de már létezik, és egyébként elérhető. Ugye a szolár rendszerek, ugye nagyon fontos a terméknek a hajlásszöge és a tájolása. Tehát az ideális tájolás, amikor a déli oldalra helyezzük el a napelemeket, és ez a 35 fok, tehát a 30 és a 40 fok közötti hajlásszög tartomány az ideális, ugye ez a kis 100%-os kis karika. Ha elkezdünk elmozdulni ezektől az értékektől, akkor látszik, hogy minél inkább változik a tető hajlásszöge, akkor ugye csökken maga a kapacitásunk, tehát az áramtermelő képesség, és ha a déli tájolástól is pozitív vagy negatív irányba el mozdulunk, akkor szintén itt látszik, hogy ezek a kis karéjok már csak 90-85%-os teljesítményt rejtenek. Mivel építészek vagyunk, és a dizájn is egy nagyon fontos dolog, és én mindig elmondom, hogy mi csak műszaki kérdésekben igyekszünk önöknek segíteni, mert az esztétikai élményt azt örökre hagyjuk, hogy ezek nincsenek kőbevésve. Tehát, hogyha most megnézzük azt, hogy eltérünk egy 10 fokot, és mondjuk a déli tájolástól, az ideálistól egy 10 foknyit, vagy a hajlásszögtől is akár eltérünk 10-15 fokot, akkor még mindig ilyen 90%-os mezőben vagyunk. Tehát, hogyha ezt a ideális körülményekhez képest valamennyire változtatunk, ez még nagyon-nagyon nem befolyásolja a termelés kapacitást, és egyébként is van rá megoldás, amit ezen a, nem fogom felolvasni, remélem mindenki jól látja. Ez egy átlagos család, ez a 3-4 fős család, amikor nem 5 Teslát meg 10 tévét működtetnek, hanem ez a mai magyar keretek között élik az életüket, hogy körülbelül egy 20 négyzetméteres napelemrendszerrel az egész éves energiaigényt ki lehet elégíteni, ez egyébként egy 3,5 kilowattos rendszernek felel meg, tehát viszonylag kisméretű felületen ezt el tudjuk érni, és hogyha nem az ideális felületen tesszük a napelemeket, tesszük fel a napelemeket, akkor én azt szoktam mindig javasolni, hogy 1 kilowattal, 1,5 kilowattal, ugye pénztárca függő, most már ebben az esetben a többlet, akkor mindenképpen nagyobbat tegyünk föl, és ezt valahol a mi vásárlóink, ezt már így gyakorolják is, mert 5 kilowatt fölötti átlagos vásárlásaink vannak, ez 35 négyzetméter, úgyhogy ezzel egy családnak az éves energiaszükségletét ezt ki tudjuk szolgálni. Hogy jutottunk idáig, tehát hogyan is történt itt az elmúlt 100 évben a szolár technika fejlődése, és nem véletlenül mondtam a 100 évet, ami már inkább 120, hogy Einstein ugye a legnagyobb fizikus, vagy a legnagyobb gondolkodója az emberiségnek, mert az 1900-as évek elején már megalkotta az elméletet, amihez 50 évet kellett várnunk, hogy valóban a Bell csapat megépítse az első, itt halvány otthon, hogy ez még csak egy 5%-os hatékonyságú napelem volt, ami már működtetett különböző kisebb berendezéseket. Hát ugye Einsteinnek vannak olyan elméletei, amiket most a napokban, meg elmúlt egy-két évben bizonyítottak be, majdnem 100 évvel később, és még vannak olyanok, amin gondolkodnak a tudósok, hogy vajon tényleg úgy van-e.
Megint lépünk egy pár évet az időben, ugye a hadiipar, az űrtechnika ugye felismerte, hogy az űrben nincsenek rontó tényezők a napelemek esetén, tehát párás, felhős idők, mindig süt a nap, kivéve, hogyha a Földünk éppen eltakarja. Tehát nagyon jól lehet hasznosítani a napenergiát, sőt, gyakorlatilag ez az egyetlen energiaforrás, úgyhogy ez egy nagy lökés volt ennek az energiaszektornak. Napjainkban ugye egy ilyen vegyes világban élünk most, ugye ott a háttérben ott vannak a széndioxid termelő gyáregységek, de már Magyarországon is és szerte a világban különböző megújuló energiaparkok létesülnek. Magyarországon is. Nekem van szerencsém az egész országban járni, és folyamatosan látom az utak mellett, hogy óriási hektárokon napelem parkok épülnek, úgyhogy Magyarország is beállt ugye a sorba, hogy a megújuló energiára szükség van. A divat, illetve a szükség hozta, de talán a leginkább az elterjedésben az ár segített. Hogyha megnézzük, hogy itt a kilowattár az 70-80 dollárról indult 30 évvel ezelőtt, és most hát a óriási mértékben esett vissza, és még mindig drága terméknek tartjuk és gondoljuk a napelemet. Tehát egy óriási árvisszaesés volt, amely értelemszerűen hozta, hogy egyre több napelem modul került értékesítésre, egyre csökkenő áron, és ez a jövőben változatlanul folytatódik. Tehát mi egy két héttel ezelőtt csökkentettük az árainkat, úgyhogy áprilisban kezdtük ennek a terméknek a forgalmazását. 2017-ben 401 gigawatt termelés volt Földünkön, 2018-ban ilyen 500 és 600 gigawatt között van, és ez nem is lineárisan, hanem egyre inkább parabolikusan növekszik, tehát nagyon sok megújuló energia beruházás van. Magyarország egy kicsit le van maradva, de ugye innen szép növekedni, mikor a bázis az viszonylag alacsony. Ma leginkább a nagyelemes, nagypaneles rendszerek működnek, itt egy pár jellemzőjét föltettük. Mi a Terránál a monokristályosat alkalmazzuk, és körülbelül ezekkel a teljesítmény értékekkel, illetve modul számokkal lehet számolni, tehát ezek, amiket itt most a alátét képen is látunk. Ugye ezek a legelterjedtebb napelem, illetve áramfejlesztő rendszerek. Van a Terránnak egy saját napelem parkja. Amikor én idejöttem a Terránhoz, akkor nekem ez egy nagyon fontos része volt, hogy ez a napelem kérdés elindult, mert engem nagyon érdekel és nagyon izgat ez a kérdés. A gyárudvaron van egy körülbelül 500 kW-os teljesítményű napelem park, ezzel kijelenthetjük azt, hogy a BOI Terrán cserépgyár az csak megújuló energiát fogyaszt, értelemszerűen ez ugye oda-vissza termelő rendszer, tehát amikor éjszakai műszak van, akkor a elektromos hálózatból, amikor pedig süt a nap és a napelemek óriási mennyiségű áramot termelnek, akkor pedig visszaszolgáltatjuk a rendszerbe, és itt látható a tárolótér mögött van egy hatalmas nagy naperőmű parkunk. És egy kicsit akkor visszatérünk a teljesítmény kérdéséhez is. Miből is áll nálunk a napelemes betoncserép? Az, hogy van nálunk egy ilyen, és beleilleszkedik a tetősíkba, tehát nem egy ráépített, hanem egy integrált napelem, ez nagyon jól átment a érdeklődőknek. Az, hogy csak a zenit tetőcserephez építhető be, tehát a sík cserepeinkhez, a zenit cserépre van rá integrálva maga a napelem rendszerünk, ez kevésbé, úgyhogy mindig ezzel kezdjük, hogy csak a zenit cseréphez lehet ezt a napelem formát beépíteni. Itt egy pár dolgot összefoglaltunk a fejlesztésnél a célokból. Ugye az egyik, hogy legyen egy esztétikus megoldásunk, amely egy valós lehetőséget kínál a nagy elemes panelekhez. Ez többek között a városoknak vagy a belvárosoknak a részein nagyon fontos, ahol jelenleg a különböző szabályozások teljes mértékben tiltják a napelemek beépítését. Hát ebből perek vannak már szerte az országban. És ez egy olyan megoldás, amivel ugye a kettő álláspont közé lehet kerülni, ugye a tiltás és az engedés közé, mert ugye a belvárosoknak még mindig piros a tetőszíne, és napelemet jelenleg csak feketében tudunk gyártani, de ezen is dolgozunk, hogy megváltozzon. Ugye ezáltal egy egységes tetőkép van, tehát ez volt a másik célunk, és egy nagyon gyors, és ezt nagyon aláhúznám önöknek, hogy egy nagyon könnyen és gyorsan beépíthető termékről van szó. A tetőfedő építi be a tetőfedő anyagot, ami egyébként ugye áramot fejleszt, és nem jön egy idegen szakma, aki a tetőn járkál, összetöri, átvágdossa a fóliákat, beázás történik, és utána hozzánk vagy az ácsmesterhez jönnek, hogy ázik a tető, miközben nem
nálunk van a hiba, vagy nem a kivitelező csapatnál van a hiba. Ez egy olyan rendszer megoldás, amely a cserépre és az áramtermelő rendszerre is megoldást ad egyben. És amit említettem korábban, ugye hálózatra vagy szigetüzemre is köthető, illetve működtethető. A termékfejlesztésnek néhány lépését ide föltettük, de sokkal több volt, csak hogy mégis egy kis fogalom legyen. Ugye valahogy az ötlet kipattant, és akkor ki kellett találni, hogy a két rendszer, ami hát mondjuk úgy, hogy közel sem barátok, össze tudjuk fésülni, és említettem a színt, nekem már volt a kezemben piros színű napelem, de ez még prototípus volt, még nagyon sok feladat van, hogy színes napelemet tudjunk készíteni, és nagy az igény is, tehát folyamatosan kapunk felkéréseket, hogy kellene a színes. Természetesen a termék nem jöhetett volna ki, hogyha a 4-5 éves fejlesztő munka során egy 2 éves tesztidőszaknál járunk, most már inkább 2,5 év, ahol egy hagyományos és egy ugyanolyan termelőkapacitású kiselemes vagy integrált napelemrendszert hasonlítottunk össze. Ennek vannak különböző mérési eredménye, amiből néhányat megmutatok, tehát én nagyon sok van, sőt még sokkal több, csak néhányat ide föltettünk. Ugye a legfontosabb az, hogy lássuk, hogy milyen időjárási körülmények voltak. Ugye ezeknek a rendszereknek telefonon lehet látni, hogy éppen hogy dolgoznak, és hogyha azt látjuk, hogy a 10 kW-os rendszerünk ilyen másfélen üzemel, akkor lehet, hogy valószínűleg nem süt a nap, tehát azért ezt jó tudni, hogy éppen milyen időjárási körülmények vannak. És talán ami a nagyon lényeges, és a kollégáimat is meglepte, hogy minimális különbség van. A kék oszlop a nagytáblás, a zöld oszlop a saját rendszerünknek az adatai. 3%-on belüli az eltérés, ugye hát ez a műszereknek a mérési hiba határa szokott lenni, a 2-3%, tehát mondhatjuk, hogy nagyon hasonló vagy egyforma kapacitással tudnak működni ezek a rendszerek. És ebben a Műszaki Egyetemen nagy segítségünk volt az Émivel karöltve, tehát ők nagyon sokat dolgoztak velünk együtt, hogy ez a termékrendszer ez megvalósulhasson. Ugye megvannak a teljesítményadatok, megvannak a műszaki adatlapok, tehát itt minden adatot megtalálnak. Ugye értelemszerűen minden a cseréphez van igazítva, tehát a cserépnek a mérete, a gyárnak a beállításai azok adottak, tehát hozzá kellett igazítani a rákerülő áramfejlesztő rendszert. Itt a képe lehet, hogy nem látszik tökéletesen, ezen a részen vannak elhelyezve a cellák, és ez a rész, ami nem látszik a tetőn, tehát oda fog ráfedni a következő cserépsor, ami szintén ugye napelemes cellával van ellátva. És ugye a előző volt a napelemes rendszernek a műszaki adatai, ez pedig a cserépnek az adatai, tehát ilyen vízzáróság, meg egyéb adatok, amik fontosak. Összefoglaltunk néhány gondolatot, hogy miért jó, mik az előnyei. Ugye a kompromisszum nélküli esztétikai megjelenés, ugye ez egy fekete tetőben annyira elbújik, hogy alig lehet látni. A telefonomon van egy-két fénykép, akit érdekel a szünetben megmutatom, hogy néz ki. Talán csak az üvegfelület csillogása az, ami felkelti a figyelmünket. Kivitelezési többletköltség. Itt mi azt hittük, hogy nincs, de minimális. Tehát az ellenléceknek a magasságát azt minimálisan 7,5 centire kérjük megtervezni, illetve beépíteni, hogy ezen a nagy keresztmetszeten a levegő tudja alulról hűteni ezeket a napelemeket, ugyanis a napelemes rendszereknek a legnagyobb ellenfele ugye a maga a nap, tehát óriási hőmérséklet hatására az áramtermelő képesség csökken, hogyha alól a meleg levegőt kiszellőztetjük, és csak a mostani 30 fokos, vagy a nyári esetleg 40 fokos levegőt bevezetjük a 70-80 fokos cserép alá, akkor ugye le tudjuk vinni a hőmérsékletét. A kollégáim minden egyes kivitelezés után megmérik, általában mindig napsütésben rakjuk, ez egy ilyen érdekes dolog, ugye meg lehet sülni ilyenkor a tetőn, és ilyen 50-52 fok körüli hőmérsékleteket szoktunk mérni egyébként ezeknek a elemeknek a felületén. Nem szükséges a cserép fedés áttörése, az nagyon fontos. Nincs szükség külön tartó szerkezetre. Tehát ezek olyan előnyök, amik egyrészt meggyorsítják és nagyon leegyszerűsítik a munkát, és mivel tetőről van szó, ezek úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú tulajdonságok, hogy a szakember rakja föl a termékeket, külön szolárcsatlakozó van, amit össze kell szó szerint csak pattintani, el se lehet téveszteni, mert ugye fiú és lány változat van, tehát nem lehet rosszul kötni, és utána az elektromos csapatunk, aki végignézi és beméri, hogy tényleg az a volt, az a kilowatt mennyiség lejön, amit mi garantáltunk.
Ugye még volt egy pontunk, hogy a súly az kicsit csökkenthető, tehát amikor ráépítünk egy meglévő fedésre egy napelemes rendszert, akkor ugye plusz terhet teszünk a tetőre. Én úgy gondolom, hogy egy mai építkezésen ez nem lett probléma, de nagyon sokszor ez kérdés, hogy így történjen, hogy minél könnyebb, minél egyszerűbb tetőt készítsünk. Mozgókép lesz ismét. Kettő házat mutatok meg így mozgóképekkel. Mind a kettő Magyarországon, ez volt a kettő darab, ami először elkészült, szinte egyszerre, vagy nagyon közel egymáshoz. És azóta is működik, tehát ezek már élőben is működnek egy talán két éve, másfél-két éve. És itt azért látszik, hogy szépen beleilleszkedik a napelemes cserép a többiek közé. Ugye ami nagyon lényeges, hogy egy összetett tetőformánál ezek a kis elemek ilyen háromszög vagy kontyos részeken teljesen tudják követni az éleknek, a vápáknak a vonalát, és nagyobb felületet tudunk beépíteni. Egy másik fontos dolog, hogy itt kettő sort, kicsit gyors lett, de nem baj, hogy kettő sort ki kell majd hagyni a tető szélein. Többet lehet, de minimálisan kettő sort. Az eresznél én hármat szoktam javasolni, általában így is készítik a kollégák. Ide be lehet építeni a hófogórácsot, a fönti két sorba a szellőzőcserepeket, az élek és a vápák mentén szintén a szellőzőcserepeket, a vágott cserepeket be lehet építeni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy sem vágni nem lehet, sem pedig a szélekhez illeszteni, főleg úgy, hogy ugye a fémlemezekhez nem szívesen érintenénk ilyen cserepeket, még akkor is, ha az áram nem juthat bele, de ugye jobb az óvatosság, úgyhogy mindenképpen ezt érdemes még megjegyezni, hogy ezt a két sort körbe, illetve az eresznél három sort cserepet, azt mindenképpen építsük be. Szintén néhány adat, megtalálják az internetes oldalunkon. Ugye amit említettem, hogy ez az 5-6 kilowatt, ez az átlag most Magyarországon, amit tőlünk vásárolnak, ez 35 négyzetmétert jelent, és itt látják a adatokat a termékről, hogy egy darab cserép az 15 wattot tud leadni, ez 167 wattot jelent négyzetméterenként, és 1 kilowatt az 6 négyzetméter, tehát egy 10 négyzetméteres tetőn, illetve egy 60 négyzetméteres tetőn 10 kilowatt energiát tudunk előállítani. Gyakori kérdések, ez a honlapunkról lett kifényképezve, tehát van a Generónak egy saját kis aloldala, ahol ezt a rengeteg kérdést megválaszoltuk előre, illetve önök is föltehetnek, ha esetleg van valamilyen kérdésük, amire nem figyeltünk. Az ajánlatkérés nagyon egyszerű, a különböző adatok megadása után a villanyszámlákat, hogyha átlagolják, megadják nekünk, akkor tudunk adni egy körülbelüli szükségletet, hogy hogyan nézne ki ez a rendszer. Meg szeretném köszönni, hogy itt lehettünk. Ferenci András voltam, és hogyha segíthetek, akkor keressenek bennünket.